Hogyha nem akarsz lemaradni az új videókról, iratkozz fel a csatornára. Továbbá lájkold a videót, hogy másokhoz is eljusson. Jó szórakozást! Szabó Zoltán 1968-ban született a kicsi Csongrád megyei Balázsa környékén. Családja a Gajgonyának nevezett vidéken földművelésből élt. Szabó nem töltött túl sok időt tanulással, a 8. osztály elvégzése után nem folytatta az iskolát. Innentől kezdve alkalmi munkákkal és orvvadászattal kereste a kenyerét. 10 évesen már erőszakos embernek írták le, és 2,5 év fegyházbüntetést kapott szexuális erőszakért. Szabadulása után nem sokkal egyedül maradt a tanyán, mert mindegyik családtagját elveszítette. Előbb apja halt meg, utána a 27 éves bátyja, majd az anyja is eltávozott. A férfit az egyedüllét és a tanyavilág még elvetemültebbé és kegyetlenebbé tette a 20-as éveire. Orvadászként rendszeresen bujkált a rendőrök elől, akik egyszer sem kapták el. Élettársával, Krisztinával pedig rabszolgaként bánt. Ha a nő valahogyan pénzt kapott, Zoltán azt elvette és elpókerezte. A környékbeliek állítása szerint nem egyszer előfordult, hogy bedeszkázta a tanya ajtaját és ablakait, nehogy Krisztina elszökhessen, és az ételt is csak egy kis nyíláson keresztül adta be neki. A férfi az orvvadászat mellett földművelésből élt. A 90-es évek második felében megváltozott a környék. A jugoszláv polgárháború is véget ért, és a Balázsán át vezető teherforgalom is megélénkült. A településen megjelentek az alvilági emberek, és az 5-ös út szélén ezzel egy időben a tanyavilág szomszédságában megjelentek az örömlányok is. Hát mit ne mondjak, elég zavaros évek következtek a balázsai rendőrkapitányság számára. Ugyanis gyakran érkeztek eltűnt nőkről szóló bejelentések. A rendőrség egy idő után az összes eltűnést ugyanúgy kezelte. Azt feltételezték, hogy örömlányokról van szó, akik elszöktek otthonról és valahol külföldön új életet próbáltak kezdeni. Ezt hitték Józsa Róbertné Almási Judit esetében is. A rendőrség megállapította, hogy a nő élettársa kártyaadósság miatt tartozott néhány alvilági embernek. Ezért Juditot vélhetően szexmunkásként dolgoztatták valahol. De a valóságban nem ez történt. A hölgy kezdetben ovonőként dolgozott, és élettársával élt együtt egy romos tanyán Balázsa környékén. Amikor egy balázsai kávészóban kezdett volna dolgozni, az első munkanapján, 1998. április 28-án éppen hazafelé tartott, amikor összetalálkozott Zoltánnal. Ő valahogyan rábeszélte a nőt, hogy tartson vele a tanyájára, ezért átült a furgonjába. Ezután Szabó egy kalapáccsal vagy valamilyen súlyos tárgyal végzett a nővel, ruhátlan holttestét pedig kb. 50 méter a tanyájától elásta. Majd 1998. július 16-án a Balázsai rém újból lecsapott. A következő áldozat jég a Szabó Bernadett volt, akit szintén elcsalt a tanyájára, majd egy nehéz tárgyal végzett vele, a testét pedig szintén elhantolta. A későbbi nyomozások során egy halott kereső kutya találta meg a testet, viszont Bernadett testének egy része sosem került elő. A férfi nem tudott többé leállni, és elkövette a következő gyilkosságát is. 1998. augusztus 25-én éjszaka kiment az E5-ös autót Balázsa külterületén átmenő és Szeged felé vezető szakaszához, és megkörnyékezte az örömlányként dolgozó Kovács Mónikát. A férfi végül arra kényszerítette, hogy menjen vele a tanyájára, de odáig már el sem jutottak. Szabó egy bozótos helyen madzaggal végzett a nővel, majd egy simpájára vonszolta, ahol letakarta ágakkal. Az arról járó vonatok nem észlelték a sinen fekvő testet, amelynek következtében a felismerhetetlenségig sérült az akkor már élettelen áldozat. A következő kiszemelt Kállai Terézia volt, aki Zoltán élettársával együtt nevelkedett egy balázsai nevelőintézetben, ezért jó kapcsolatban volt a férfival is. Terézia egy ideig Zoltánék tanyáján is lakott. 2000 nyarán a férfi elcsalta Teréziát azzal az ürüggyel, hogy menjenek tűzoltó tömlőket lopni. A nő miután belement ebbe, Szabó a Balázsai presszótól 3200 méterre lévő szilváskertben végzett vele, majd a holttestet elásta. Egy másik áldozat, Szanka Hajnalka, használt mobiltelefonok értékesítésével foglalkozott. Ezért általában sok pénzt hordott magával. A Balázsai rémnek ez jól jött, és miután azt mondta a nőnek, hogy használt mobiltelefonokat akar eladni, Hajnalka 305.000 forinttal Szabó tanyájára utazott. Így Zoltán egy zsinórral vetett véget az életének, majd az ő testét is elásta. Motorját és egyéb tárgyait még fél évig rejtegette. A rendőrség eleinte eltűnésként kezelte ezt az esetet is. Azonban később ellenőrizni kezdték a nő hívás listáját. Az adatok szerint 25 személlyel beszélt az eltűnés előtti napokban.
és a rendőrség azt feltételezte, hogy talán a gyilkos is közöttük lehet. A következő fél évben a híváslistán szereplőket kihallgatták, és a beszerzett bizonyítékok alapján eljutottak Szabó Zoltánhoz. Az elítárt összefüggések és adatok után Szabó vallomást tett, hogy valóban megölte őt. A rendőrség nagyjából 100 köbméternyi föld megmozgatása után még aznap este megtalálta Szanka Hajnalka holttestét azon a helyen, amit Zoltán elmondott. A beismerést követően Szabó az újságok címlapjára került, és az összes vezető hírműsor vele foglalkozott. A rendőrségi kihallgatások során a gyilkos előbb beismerte Jéga Szabó Bernadett megölését, majd később Józsa Róbertné meggyilkolását is. A helyszíni szemlét és a feltárásokat figyelemmel kísérte a sajtó is, és Szabót elnevezték a Balázsjai Rémnek. A férfinak tetszett ez a fajta média nyilvánosság, és amikor bevallotta Kállai Terézia megölését is, a több mint 6 hétig tartó ásatások alatt szinte sztárnak érezte magát. A rendőrség nem találta meg azonnal a negyedik holttestet, mivel Szabó csupán egy vadetetőt adott meg tájékozódási pontként. Végül egy szovjet gyártmányú 26 tonnás katonai monstrummal 20-as kutatás után találták meg Terézia holttestét. Az első fokon eljárott Csongrád megyei bíróság abból a körülményből, hogy Szabó mesztelenre vetkőztette a nőket, azt a következtetést vonta le, hogy a bűncselekmények szexuális indítások voltak. A Balázsjai Rém ezt végig tagadta, és a másodfokú bíróság szintén nem látta bizonyítéknak a szexuális motivációt, így indítéknak a nyereség vágyat határozta meg. De arra a kérdésre, hogy akkor miért vetköztette le Zoltán az áldozatait, bizonyítható válasz sosem jött. A környékbeliek elmondása szerint mindenki tisztában volt azzal, hogy milyen ember volt Zoltán, és állították, hogy miután a tanyájára csalta az áldozatait, ott szexuálisan bántalmazta is őket. A tanyavilágban élő emberek meg voltak arról győződve, hogy a föld sokkal több áldozatot rejt, mivel olyan is előfordult egyébként, hogy külföldiek keresték a hozzátartozóikat. Azt is pretykálták, hogy nem Szabó volt az egyedüli tettes. Egyes beszámolók szerint volt egy 10-16 tagú banda, akik rettegésben tartották a környéket, de bizonyíték sosem került el a konkrét gyilkosságok esetében. De maga Szabó is homályosan fogalmazott néhány esetben. Volt, hogy társtettesekre hivatkozott. Jéga Szabó Bernadett esetében például a lánynővérét nevezte meg ötletgazdának és bűnsegédnek. Illetve beszélt egy hatodik áldozatról is, akit állítása szerint egy ismerőse ölt meg, és egy bányatóba rejtett. A jelenlegi ismeretek szerint Szabó Zoltán ölte meg azt a négy nőt, akinek a meggyilkolását bevallotta, és vélhetően nem is volt több áldozata Kovács Mónikán kívül. Ezt elvileg a nyomozás során elvégzett poligráfos vizsgálat is nagyrészt alátámasztotta. A Balázsja környéki eltűnések azonban mindenképpen furcsák, és további kérdéseket vetnek fel. Szabó Zoltánt, vagyis a Balázsjai Rémet végül bizonyította négy ember meggyilkolásában és egy engedély nélküli birtokolt 6,35 mm-es Browning pisztoly miatt lőfegyverrel való visszaélésben találta bűnösnek, és életfogytig tartó büntetésre ítélte. 2016. december 5-én a szegedi csillagbörtönben a Balázsjai Réma ruhájából készített kötéllel végzett magával. Az akkor 25 éves Csepregi Péter 2000. szeptember 13-án végzett kegyetlenül két nővel magyar kezén. A történet szerint akkor éppen egy idősasszony nyári konyhájába tört be és iszogatott. Ahova aztán nem sokkal később újra visszatért, hogy ezúttal pénzt is szerezzen. Azonban a nőit már rajta kapta őt. Ezt követően a férfi késsel rátámadta védtelen nőre, majd a torkán ejtett vágások végeztek vele. Csepregi ezután további értékek után kutatott a házban, ami megint csak nem tartott túl sokáig, mivel rátalált közben az albérletben lakó 22 éves tanítónőre. A fiatal nővel a férfi ugyanilyen kegyetlen módon végzett. Amikor a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte, rátámadt az őt kihallgatni készülő ügyészre és egy fegyőre is. Ez az egész ügy amúgy elég nagy visszhangot váltott ki akkor, és rengetegen kísérték tovább a fejleményeket. Ez utóbbi miatt gyorsított eljárással börtönbüntetésre ítélték, és a kettős emberölés bírósági tárgyalására 2000 októberében újból szexárdra szállították. De ekkor, most figyeljetek! Hirtelen Csepregi Péter megszökött. Kijátszva az őröket, átmászva a büntetés végrehajtási intézet első emeleti folyosójának ablakrácsán kiugrott az utcára és elfutott. A férfi valamiért jó ötletnek találta, hogy autó stoppol hazafelé. Fel is vette egy autó, de Iregszemcse közelében kiugrott a kocsiból, majd eltűnt egy közeli kukoricásban. Viszont az ugrásnak köszönhetően megsérült a gerince, ami miatt nem jutott túl messzire, és néhány nap múlva el is kapták. Az első fokú tárgyalást követően az ügyvédje enyhítésért, még az ügyész súlyos vitásért fellebbezett.
Az ítélőtábla Makay Lajos bíró által vezetett büntető tanácsa régebbi eljárási hibákra hivatkozva elrendelt bizonyos dokumentumok helyszíni szemlékjegyzőkönyveinek az ismertetését. Ezekből az terült ki, hogy Csepregi Péter, aki nem mellesleg a bíróság előtt tagadta a gyilkosságokat, a nyomozás alatt nem egyszer tett beismerő vallomást, és az esemény rekonstruálásakor őszintén elmondta, hogy mit, hogyan és miért csinált. A vallomásaiban, azokban a levelekben, amiket a hozzátartozóinak írt, ezek álltak. Könnyen öltem őket. Nem számított, kik voltak. Jó volt nekem, élveztem a sikert. Habár később már olyanokat panaszolt nekik a levelekben, hogy bár jó munkának tartom, hogy vádolnak valamivel, de ezt nem én követtem el. Az ítélőtábla végül bűnösnek mondta ki a férfit. Nyereségvágyból több emberen elkövetett emberölés vádjában, fogolyszökés, valamint társtettesként elkövetett rablás és súlyos testi sértés miatt. Mindezekért életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték. A férfi teljesen összeomlott, és 2008. június 23-án a Szegedi Csillagbörtönben véget vetett a saját életének. A most következő emberről talán még ti is hallottatok, amit nem is csodálnék, hiszen hazánk egyik legkegyetlenebb gyilkosa volt, és tetteire még máig sokan emlékeznek. Nem beszélve arról, hogy 2016-ban filmet is csináltak róla, amit a neten megtalálhattok egyébként, ha valakit érdekel. Kovács Péter, akit a nyilvánosság és a sajtó nevezett el Mart Fűrémnek, 1934-ben született Szolnokon. Ő azok közé a sorozatgyilkosok közé tartozott, aki csak szimplán kényvágytól vezérelve gyilkolt, nem volt különösebb indítéka vagy célja a tetteivel. Ezért is számított veszélyesebbnek és kiszámíthatatlanabbnak, mint a többi gyilkos. A férfi Szolnok déli településein nagyrészt este támadott meg védtelen nőket, akiknek esélyük sem volt a menekülésre. Az ügy során sajnálatos módon még egy ártatlan személy is elítélésre került. Az első gyilkosságot illetően Péter akkoriban teherautósofőrként dolgozott Martfő környékén, ennek köszönhetően pedig elég jó terepismeretekkel rendelkezett, amit később a tetteihez ki is használt. Átlagos embernek írták le, aki egy saját maga által épített házban lakott a családjával, és nem volt bűnügyi múltja. Nos, 1957. július 22-én este Kovács éppen a Visszaélés című argentin filmet nézte egy moziban. A filmben volt egy jelenet, amiben egy férfi elég erőszakosan viselkedett egy nővel szemben. Ez enyhén szólva is beindította Kovács fantáziáját, és erős vágyat kezdett érezni arra, hogy ő maga is a filmben látottakhoz hasonló módon bánjon el egyel. A moziból kijövet a férfi a martfői cipőgyár felé indult, ahonnan éppen jöttek kifelé a már műszakjukat befejező munkásnők. Ki is szúrt magának egy lányt, aki szintén hazafelé indult volna a Tiszaföldvár felé vezető dűlőúton. Kovács elkezdte követni a nőt a saját kerékpárjával a kivilágítatlan úton. A sötétben rá is támadt a mit sem sejtő nőre, akivel kegyetlenül végzett egy vasütővel, majd szexuálisan bántalmazta. A nőt egy vízzel vezető árokba rejtette. A holttestét másnap reggel fedezték fel a határban dolgozó munkások. A rendőrség elég gyorsan feltérképezte az áldozat személyes kapcsolatait, és eljutottak egy Kiriák János nevű férfihoz, aki elég szoros viszonyban volt a nővel. A férfit kihallgatták, és a vallomásában ellentmondásokba keveredett. Végül a hatóságok arra a következtetésre jutottak, hogy Kiriák volt a tettes. Úgy vélték, hogy a férfi a tragédia estén éppen hazakísérte a nőt, akinek megkérte a kezét, de ő ezt elutasította. A férfi ezután elvesztette az eszét, és tühében megölte őt. A rendőrség addig presszionálta Kiriákot annak érdekében, hogy beismerő vallomást tegyen és vége legyen az ügynek, hogy a férfi végül beadta a derekát és aláírta a beismerő vallomást. De ebben az egészben az volt a legszebb, hogy nem is ő volt a tettes. Így az ártatlan férfi a Szegedi Csillagbörtönben megkezdte az életfogytig tartó börtönbüntetésének letöltését. Az első gyilkosságot hosszabb ideig nem követte hasonló bűncselekmény. Ez idő alatt Péter megnősült és házat épített a családjának, de a családalapítás csak egy ideig foglalta le. 1963. november 13-án este rátámadt egy homokkőség felé tartó munkásasszonyra. A nőt egy kalapácsütéssel leütötte, letépte róla a ruháit, ám a gyilkosságot, nem tudni miért, nem tudta befejezni. Az eszméletlen nőt hamarosan megtalálták, életét a gyors orvosi beavatkozás révén megmentették. 1964. március 21-én újabb befejezetlen gyilkosság történt. Ekkor is egy magányos asszony támadott meg, ő azonban a hátulról a fejére irányzott kalapácsütés elől elhajolt. Így az csak a nyakát érte és el tudott menekülni. 1964. május 4-én Nagyrév közelében a Tiszában egy nő holttestét találták meg. A holttest igen rossz állapotban volt.
A becslések szerint nagyjából egy hónapja lehetett már a vízben. A holttesten nem találtak bűncselekményre utaló jelet. A halál okaként fulladást állapítottak meg. Ezután áprilisban egy 10 éves lány testét találták meg szintén a Tiszában. A felismerhetetlen holttesten ekkor sem tudtak bűncselekményre utaló jelet kimutatni. Így arra jutottak, hogy ez a lány vélhetően öngyilkos lett. A rendőrökben elsőként ekkor merült fel, hogy talán egy sorozatgyilkos keze lehet a dologban. Mert több hasonló motívumot találtak az esetekben. 1965 áprilisában és májusában a hatóságok alaposabb felderítést végeztek, melynek során 40 férfi került a látókörükbe, köztük Kovács Péter is. A rendezett család és munkahelyi háttérrel bíró férfit azonban kizárták a lehetséges elkövetők közül, így ez a vizsgálat itt még eredmény nélkül zárult. 1967. június 20-án újabb női holttestet találtak, ezúttal Öcsöt közelében a Körös folyóban. A nőt halála előtt kegyetlenül bántalmazták, úgyhogy a koponyája is berepett. Vér és szövetmaradványokat találtak a közeli Körös híd korlátján is, így feltételezték, hogy a testet a hídról lökték a folyóba. A nyomozók újból megvizsgálták a korábban a környékbeli folyókban talált női holttestek és az öcsödi gyilkosság közötti összefüggéseket. Az áldozatoknál közös volt a fejre mért ütések nyoma. Az öcsödi holttesten a hatóság értékes nyomra bukkant. A köröm alatt apró üvegdarabkákat találtak. A nyomozók látóterébe újra bekerült Kovács Péter is. Megállapították, hogy egy nappal a holttest megtalálása előtt a munkahelyi teherautóval fekete fuvart vállalt sógorával. Tehát lehetősége volt a gyilkosság elkövetésére. Az időpontra ugyan Kovács felesége alibit igazolt a férjének, ám a nyomozók nem bíztak az asszonyban, így folytatták a felderítő munkát. Kiderült, hogy Péter június 19-én véletlenül nekihajtott a cipőgyár bejáratát elzáró láncnak, amely összetörte a teherautó szélvédőjét. A szilánkokat megtalálták a ruházatán is. A nyomozók több szemtanút is találtak, akik együtt látták Kovácsot, annak sógorát és a később áldozattá vált asszonyt egy kocsmában. Később a rendőrségi kihallgatások során a sógor bevallotta, hogy együtt szórakoztak az áldozattal, majd azzal hagyta őket magukra, hogy Kovács hazafuvarozza a nőt. A férfit végül 1967. augusztus 11-én tartóztatták le. Ekkor még minden tagadott, de két nappal később beismerte az öcsöti gyilkosságot. Augusztus végére beismerte a Tiszából kifogott nők meggyilkolását is. 1968. februárjára az ügyészség már azt is tudta, hogy ő gyilkolta meg a martfői cipőgyárból hazafelé induló lányt, nem pedig az elítélt Kiriák János. Az ártatlan Kiriák Jánost 11 év börtönbüntetés letöltése után bocsájtották szabadon. A 4 gyilkosságot és 2 sikertelen támadást beismerő Kovácsot a Szolnok megyei bíróság halálra ítélte. A legfelsőbb bíróság pedig jóvá hagyta az ítéletet. A martfői rémet 1968. december 1-én végezték ki. Feltételezhető, hogy Kovács Péter több gyilkosságot is elkövetett. Ám azok a holttestek sosem kerültek elő.